az Országos Széchenyi Könyvtárat, a restaurátor műhelyét megjárt Csenszolvai Kantuále, tulajdonképpen itthon van itt is, és itthon van, otthon van Csenszolvában is. Miért? Mert ez egy olyan pálos kódex, amit valamikor a 16. század elején valamelyik észak-magyarországi pálos kolostorban írtak, míg a 16. század folyamán feltétlenül egy pálos szerzetes magával elvitte Csenszolvába, ott 1601-ben tulajdonukba vették, és azóta ott őrzik. Ez a mai esemény számomra azért nagyon fontos, mert egy újabb mérföldkő abban, ahogy együtt működhetünk a Országos Széchenyi Könyvtárral. Egy olyan kódexnek, ami valahol egy könyvtár zugaiban volt elrejtve Lengyelországban, ez most a nyilvánosság elé kerülhet, és ebből megmutathatunk valamit, ami a pálos történelem része. Egy olyan magyar nyelvi imádságot tartalmaz ez a kódex, amit az országban mindenütt imádkoztak. Ez a szöveg más nyelven, még kódexekben is megtalálható. Ez adja ennek a különleges jelentőségét. Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ennek a csodálatos magyar nyelvemléket tartalmazó kultúrkincsnek a megőrzésében, felújításában, és bízunk abban, hogy a ma megújított együttműködési megállapodás keretében még sok hasonló projektben vehetünk részt a pálos renddel. Köszönöm.